Köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm szépen, hogy azt az utat, amelyet évek, évtizedek óta járunk közösen, azt ezentúl is együtt fogjuk járni. Ahogy mondtam, mindenkire számítok. A VMS az én esetemben a szó minden értelmében egy nagy család, úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek leszünk a következő években, évtizedekben is. Rajtam nem fog múlni, tudom, hogy rajtatok se, úgyhogy köszönöm szépen a támogatást, köszönöm szépen, hogy immár a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként folytathatom ezt a munkát, és hogy ahogy említettem is a beszámolóban, édesapám szavaival élve biztosítottátok nekem a legnagyobb kegyet, aminél nincs följebb, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke lehetek. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, a Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének azt a hatalmas munkát, amelyet befektettek az elmúlt napokban, hetekben. Szeretnék köszönetet mondani a Vajdasági Magyar Szövetség központi irodája munkatársainak, hogy ugyanezt tették az entaiakkal együtt. Azért itt nagyon sokan vagyunk, akik tudják, hogy mennyi munkával jár egy ilyen közgyűlést megszervezni, úgyhogy ezért szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék köszönetet mondani a levezető elnökségnek, elsősorban Kern Imrének, hogy a több mint 30 éves politikai pályafutását megkoronázandó ezt a tisztúító közgyűlést levezető elnökként végigmenedzselte. Nem kíméltük, hiszen ez az egyik leghosszabb közgyűlés a VMS történetében, úgyhogy derekasson helyt állt, mint mindig, bármi is volt a feladat. Annyit mondanék végezetül, hogy gratulálok a Vajdasági Magyar Szövetség megválasztott tanácstagjainak, az új tanácsnak. Hétfőn délután meg fogjuk tartani a VMS tanácsának az alakuló ülését, amelyen megválasztásra kerülnek az alelnökök, az elnökség, az intézőbizottság, a felügyelőbizottság, a fegyelmi bizottság, és kinevezésre kerül a VMS pártigazgatója. Ezzel teljes kapacitással ráfordulhatunk a következő feladatokra, hiszen hétfőn be fogjuk fejezni a tisztújítást. Most mélységi tisztújítás helyi szinteken nem lesz, azért mert erre nincs ok. Tehát a jelenlegi helyi községi körzeti városi vezetőségek folytatják a munkát, legalább az önkormányzati választásokig, aztán az önkormányzati választások után meglátjuk, hogy hol lesz szükség tisztújításra. Ha esetleg valahol korábban bármilyen okból kifolyólag szükség lesz tisztújításra, akkor azt természetesen meg fogjuk ejteni, de az előző közgyűlésekkel ellentétben most a VMS teljes szervezetében nem lesz lokális mélységi tisztújítás ebben a pillanatban. Szeretném megköszönni vendégeinknek is, hogy velünk voltak, főosztályvezetőasszonynak, főkonzulasszonynak, és végezetül annyit mondanék mindannyiunknak, a jelenlevőknek is, és a Vajdasági Magyar Szövetség összes tagjának, hogy vigyázzunk a pártra, vigyázzunk a Vajdasági Magyar Szövetségre. Minden nap szolgáljuk meg újra és újra az emberek, a vajdasági magyar közösséghez tartozó emberek bizalmát, és ne tegyük azt kockára, mert ha erős Vajdasági Magyar Szövetség nincs, akkor semmi sincs. A közösség nélkül nincs VMS, és erős VMS nélkül nincs erős vajdasági magyar közösség. Köszönöm szépen!